legyenek olyan kedvesek itt kérni, a kollégák adnak, jó? És akkor azzal bárhova tetszik tudni menni. Egy kis eligazítás a bejáratnál, aztán lehet is indulni befelé az egyetemi csarnokba. Az országos idős találkozó kinőtte korábbi helyszínét, ezért került át ide az egyetemre. Közel 1000 szépkorú jött el, hogy részt vegyen a retro hangulatú programsorozaton, ami 3 napon át folyamatosan zajlik. A házigazda önkormányzat idősügyet felügyelő alpolgármestere szerint példaértékű az, ahogy Győr a nyugdíjasaival törődik, a találkozóra érkezők pedig messzire lihetik a város jó hírét. Elfogult vagyok, és egyben büszke vagyok, hogy az egyik legjobban működő szociális ellátás, és azon belül pedig idős ellátás működik Győrben. Én bízom benne, hogy amikor egymással beszélgetnek, akkor érzékelni fogják, hogy Győr mit tett az idősekért, és viszik a hírünket az országba. Kiállítás, ki mit tud, gyöngyszeme, közös játék a gyerekekkel, csak egy kis ízelítő az első nap eseményeiből. A szervezők a program összeállításánál az aktivitásra helyezték a fő hangsúlyt, na meg arra, hogy a nyugdíjasok megmutathassák kreativitásukat és improvizatív képességüket. Mert ahogy az ünnepélyes megnyitón elhangzott, az idősek csak a munkahelyükről léptek ki, az életükből nem.